Sziasztok gyerekek, ismét itt vagyok. És ahogy az előző videóban említettem, most megyek megvenni egy rivert és egy autót. Az autót majd meglátjátok, hogy miért, meglátjátok, hogy mennyiért, és eldöntitek, hogy jó volt-e az üzlet. Szerintem egyébként nem rossz. Tehát semmiképp sem mondanám rossznak. De mindjárt meglátjátok. Kis gondokat, mert mire itt taxit elítettünk, meg volt crash, meg minden. Már hogy a taxisoknál. Igen, hosszadalmas folyamat volt. De sikerült, lassan ideérünk depóhoz. Elméletileg itt van az autó. Na most én fizessem, vagy ti fizettek? Azért én is így gondoltam. Ja, ki fizetni már? Nem fizetik? Megyünk utánuk, itt lesz valahol az autó, elméletileg én már látom is. És nem ez az, csak hülyéskedtem. Az újfajta Audi lenne az. $43,000-ba fogom megvenni ezt az Audit. Valamennyi tuning van benne. Pontosan meg nem mondom mennyi. Vagy hogy pontosan mik. De van benne valamennyi. Szerintem 43,000 még az autó is megér. De én még kapok mellé teljesen ingyen egy hajót. Egy rifelt kapok hozzá. Teljesen ingyen. Amint látom, R-Ride is van benne, felmin is van, valami profitoring is, azt hiszem. Szerintem ez egy nagyon jó üzlet, $43,000 szinte kettőért. Tényleg jó jön a pénz, mert benne áll a pénzem a bűszerekbe, mint mondtam. Színes illó. Tehát átírjuk a... úgy akarom írja át 35,000-be az autót, 8,000-be a hajót. Csak hogy gyakorlatilag ez az autó, csak a 35,000-be van, mert a Riffert egy idő után úgyis eladom 8,000-nél jobban. Ha nem is sokkal, de szerintem mindenképp fogok rajta. De nem tervezem eladni. Más terveim vannak vele. 43,000 dollár, jó. Utána a hajót is adja. Így van. Tehát azért ezt így még tisztázzuk, mert találjam. Rendben. Nézzük hangom. 1, 2, 3, 4, 5 versenyes. 2 profi, 1 alap. Felni, elrájt. Színes ízó. Gyerekek, ez az üzlet szerintem akárki akármit mond. De a véleményetekre is kíváncsi vagyok. Szerintem megérte.
Szerintem már alapból ez az autó is megérte. Jó, hogy három slotom van. Nézzük, 74, 543. Menjünk a hajóhoz. Szintén átírja a gyerek. Tartotta a szavát. Hova mész, tesó? Ezek hova mennek? Ez nem az övé? Az az övé. Kinek az? Hát akkor gondolom ez is. Állj meg te! Állj már meg! Vedd már ki a cuccot, hát milyen cuccot bár? Ne, öngyújtó volt, milyen hülyeségek vannak kinek. Nincs is más hátra, mint hadd, ezt is megérjük. Nálam van, barátom. És így beszélgessünk. Félbe, hajtott, adásig, itt majd átnyújtja. És az adásvételi. Erre a célra mindig van. Nálam némi papper, és most megint mennem kell. Sőt, horgászengedélyt is kell vennem. Tesóm, ez a 100 dollár, ez még pontos volt. Kulcs. Téli van a tank. 94%-os állapot. Szóval, ahogy mondtam, gyerekek, meg lesz a preferable részbe, meg is lett. Valamint a meg lett az autó is. Valamivel drágább kocsit, vagy olcsóbb autót akartam, de vettem az üveget, és azt mondom, hogy nem rossz. Most én szeretném, hogyha azért kommentbe így jeleznétek, hogy szerintetek meg, de 3000 dollár rossz-e. Tehát, ha 8000-be számolom a Riffert, ami ennyiért szinte bármikor el tudom adni. 35-ben az 5 versenyes Airride-os A8-at. Szerintem akkor ez így megérte. De minden esetre lájkoljatok, iratkozzatok fel,
Tegnap óta körülbelül 10 feliratkozás jött, ami nagyon jónak számít, és nagyon köszönöm. Én becsülöm, aki feliratkozik. Tényleg köszönöm, minél többen iratkozzatok, lájkoljatok, és jönnek a videók. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!